A szelektív hulladékgyűjtésnek hatalmas szerepe van bolygónk tisztaságának megőrzése érdekében. Dunai Városban az önkormányzat és a szolgáltató munkatársai ingyenes szelektív hulladékgyűjtő edényeket osztanak ki a családi házas, illetve a társas házas övezetek lakóinak. A kertes házak sorában az akció utolsó helyszíne Pálhalmán volt, ahol kiosztották a maradék 220 kukát. Orosz Csaba önkormányzati képviselőt kérdeztük a kezdeményezéssel kapcsolatban. Évelején kezdtük a szelektív hulladékgyűjtő edényeknek a kiosztását. A COVID-helyzet miatt egy kis szünetet kellett tartanunk, de végre itt vagyunk Pálhalmán, ez az utolsó helyszín, ahol át tudjuk adni a mai napon 220 edényt adnánk át a lakosságnak pozitív a visszajelzés, használják, szeretik, örülnek neki, és a szállítással is meg vannak elégedve, két hetente viszi el a szolgáltató ezeket a szelektív hulladékgyűjtő edényeket. Egy kis naptát készítettünk a lakosságnak, ahol bejelöltük, hogy bizonyos területről mikor viszik, hogy ennek is örülnek, használják. Orosz Csaba a övezetek helyzetére is kitért, kiemelte, amint a házak kukái is kiosztásra kerülnek, városban megszűnnek majd a szelektív hulladékgyűjtő szigetek. A társasházas, a városban is lesz osztás. Itt oda nagyméretű kukák, ez a konténeres típusú kukák lesznek kiosztva, és amikor a városban ezt már kiosztottuk, akkor a szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszűnnek. Ez annak is része, ugye, hogy a folyamatosan a szelektív hulladékgyűjtő szigetek mellett napról napra ugye összegyűlik a szemét, a lakosság egy része, a szabály tartó része odahordja a szemetét. Bízunk benne, hogy ezzel csökkenni fog az a terület, ahol a szemét gyűlni fog. Akinek nem volt lehetősége szemét személyesen átvenni az utolsó helyszínen a szelektív hulladékgyűjtő edényeket, az a későbbiekben a Dunanett telep telephelyén a Budai Nagyantal úton megteheti ezt.